Még nem döntötte el Lubics Szilvia, hogy idén indul-e újabb versenyen. A kanizsai hosszú távfutó legutóbbi megmérettetésén az Atakama Crossingon korosztályában az első, összetetben pedig a negyedik lett. A csilei versenyről nemrég hazatért ultramaratonista híradónknak elmondta, már jó állapotban érzi magát, de csak a szintfelmérők teljesítése után dönti majd el, hogy 2018-ban vállal-e egy kisebb megmérettetést. Az Ataka crossingon elért eredményére pedig élete egyik, ha nem a legnagyobb sikereként tekint, hiszen a dél-amerikai országban nem csak a 250 km-es távot, hanem az óriási hőmérséklet ingadozást is le kellett győznie ami különleges volt ebben a versenyben, ami eltér a többitől, egyrészt nyilván a körülmények, hát kifogtuk az elég extrém időjárást 47 fok volt napközben, éjszaka viszont nulla fokra leesett a hőmérséklet. Mindezt úgy kell elképzelni, hogy ugye az egy heti összes élelem és ruházat, amire csak szükségünk volt az egy hét alatt, az a hátunkon, derekunkon. A szervezők két dolgot biztosítottak, a vizet, nyilván azt is csak limitált mennyiségben, tehát csak inni és nyilván mosakodni és egyéb dolgot nem lehetett, illetve minden nap végén egy sátor tábor várt minket, egy az adott napi tábor, ahol ugye ott voltak a sátrak, ahol aludtunk, nyolc fős sátrakban, és hát nyilván a, a is, tehát vagy homok, vagy szikla, vagy sósivatal,